Lendvai teszi tovább a labdát. Novák a 16-osról hozza kifelé. Lendvai. Földvári. Vargalas a lövő távolságra. Nem is volt olyan rossz. Perger most a labdával. Ez a 10. perc már az első fél időben. Ez jó játék. És a lövés is nagyon jó. Kapufa. Szabó volt. Belvongurította tovább a labdát, aztán kapja is azonnal. Egy kényszerítőzés után Belvon lövését, üti kifelé Lippai, ez pedig már helyzet, és másodszor is nagy védés. Szabados, aki kihagyja, és még mindig Belvon nála a labda. És most szabadul föl a 3. kerület kapuja. 16. perc. A szöglet után jön a beadás. És egy helyzet, és egy hatalmas nagy védés. Novák az, aki kihagyja a helyzetet. Szabados indul a labdáért, és lövi is rá, Lippai szépen fogja. Major emeli előre, Kulcsár fele. Kulcsár lefejeli, mellé. Sándor az, aki végül is mellé rúgja. Szamosi kapja nagyon jól, 9. perc a második fél időben. Kis csúsztatná rá. Jó támadás bizony. Szejtl a labdával, aztán tovább. 15. perc, Kis! Gyura. Hát erre az oldalra. Még mindig lehetőség, Szejtl. És kihagyja ezt az iszonyatosan nagy helyzetet. És még mindig nincs vége, még mindig nincs vége, még mindig nincs vége. Még mindig nincs. Kis is ott van. Valaki már rúgja valamerre el, könyörgöm. Még mindig nem. Háj! Kicsi, kicsi a rakás, nagyobbat kíván, aztán csak sikerül. Hát azt hiszem, hoki meccsen nincs ilyen. Elképesztő, mi maradt ki. Csehi veszíti el. Hauvel egyedül egyelőre benn középen. Még lehet belőle valami, és nem lesz semmi. Teljesen beszorul a békés sava. Csak védekezik, semmi más nem csinál. Szamosi tovább. Novák. Habeivel és Aubelé. Gól! Megérett a kerület fölénye. A csereként beállt Aubel egy olyan hullófa levéllel megszerzi a vezetést. 9 perccel a vége előtt. ...82-83. Perc szabadrugás a 3. kerület javára. Novák megy a rövid sarok felé. Auerre ketten is vigyáznak. Varga rúgja. Alig megy fölé. Rögtön lehet is tovább menni a szerelés után. Raducsunak van már egy sárga lapja is. Föltartott a Szejtlt. Egy sárga, egy piros. Raducsu távozik.